A járványügyi helyzetben online díjátadón vette át Lévainé Kovács Róza, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese, a Kovács Tagintézmény tanára, a Rácz tanár úr életműdíjat, melyet a fizika tanárok Kossuth díjának is neveznek. Mint Lévainé Kovács Róza, matematika-fizika szakos tanár, mesterpedagógus elmondta, az Ericsson Magyarország és a Graphisoft ESE és Richter Gedeon Nyrt. Alapította a közös díjat magyarországi tanároknak. Rácz tanár úr matematika-fizika szakos tanár volt, aki keze alól nagyon sok jó szakember, híres kutatótudós került ki, Nobel-díjas tanítványa is van, Wigner és Neumann János is az ő tanítványa volt. Az ő munkásságának elismeréseként három cég, az Ericsson Magyarország, a Richter Gedeon és a Graphisoft 20 évvel ezelőtt alapították ezt a díjat. Úgy gondolták, hogy a tehetségek mellett mögött álló pedagógusok munkáját is szeretnék értékelni és díjazni évente. Minden évben 8 díjat adnak ki, 2 matematika tanár, 2 biológia, fizika és kémia tanár kapja. Ön pedig úgy tudom, hogy fizika kategóriában kapta meg. Így van, fizika kategóriában, hisz az utóbbi években már igazából a fizikával foglalkozom jobban, óráim is ehhez kapcsolódnak, a kisfilmben is a 6. osztályosokkal volt egy óra részlet. Már csak azért is a 6. osztályosokkal, mert ez manapság kuriózumnak számít az országban, már nem nagyon van ilyen, hogy 6. osztályban tanuljanak fizikát a gyerekek, és a filmet készítők érdeklődését ez váltotta ki. És milyen volt virtuálisan átvenni egy ilyen díjat, hiszen azért több rangos elismerést kapott, a tavalyi évben is volt hasonló ilyen magas rangú. Az azért ott volt, ott személyesen gratuláltak, itt meg csak a számítógép képernyőjén keresztül. Természetesen össze nem mérhető a kettő. Tavaly a Bónis Bóna életműdíj átadása valóban nagyon színvonalas rendezvény, műsor, személyes találkozás, beszélgetés a díjazott társakkal, ez egészen más volt. Hát most igazodva ehhez a helyzethez beszorultunk a virtuális térbe. Végül is ez annyira nem volt idegen számomra, ugyanis tavaly, illetve hát 2020 júniusában az öveges versenyhez szerveztem egy virtuális díjkiosztót. Tulajdonképpen az én díjamban nem csak az itteni tehetséggondozó munka van, hanem az a fizika verseny, amit már lassan 25 éve szervezek, a saját versenyem, és az Öveges József Kárpát-medencei fizika verseny, aminek a szervezője 10 éve vagyok, és a legutolsóban tényleg nagyot alakítottunk a csapattal, hisz ez egy csapatmunka eredménye. A második fordulót, tehát a megyei döntőt és az országos döntőt is online bonyolítottuk le, és ehhez jött ez a bizonyos virtuális díjkiosztó. Azt mondják sokan, hogy ilyen nem volt másik az országban, úgyhogy tényleg nagyot alkotott a csapat. Ez a jelölés titkos, vagy lehet tudni, hogy kik ők? Tudomásom szerint nem titkos, én már tudom. Az egyik jelölőm egy szegedi fizikatanár kollega, akivel évek óta együtt dolgozom több verseny kapcsán, a saját versenyemben a feladataim lektora, az öveges versenyben pedig nagyon sokat dolgozik. A másik jelölőm pedig Zágoni Szabó Józsefné, Szandaszőlősön tanít, tudomásom szerint magyar és könyvtár területen, magyar szakos és könyvtáros. Iskolaigazgató volt, amikor a közös munkánk elindult, utána a pedagógiai intézetnél dolgoztunk együtt szaktanácsadóként, onnan ismeri igazából a munkám, és nagyra értékelte már korábban is,
és érdekes módon vállalta azt, hogy elkészíti ezt a munkát, nem kevés munka egy-egy ilyen jelölés. Mit szólt, amikor megkapta az értesítést? Ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Kró Norbert professzor úr, akadémikus úr hívott föl, éppen Szolnokon voltunk, egy temetésről jöttünk haza, és furcsa volt, hogy egy nem túl kellemes dologhoz társult ez a nagyon, nagyon jó érzés. Úgy akkor fel se tudtam fogni, hirtelen úgy átfut az ember gondolatán sok minden, de úgy nem tudtam helyén értékelni, de természetesen nagyon örültem. Úgy vártam, hogy esetleg lesz belőle személyes találkozás, de végül is nem lett sajnos. Nagyon ügyesen megoldotta az alapítvány, amely ezeket a díjátadókat szervezi, és két próbát követően tegnap 10 órakor volt az úgynevezett éles beszélgetés és díjátadás, vagy köszöntés, ahol a 3 alapító cég vezetője, illetve Kró Norbert professzor úr, mint az alapítvány elnöke köszöntött bennünket. Egy-egy tanítványunk is mesélt velünk kapcsolatos élményeket, utána bemutatták a rólunk készített filmet, és hát természetesen az elején Rácz tanár úr munkásságát, életútját mutatták be egy kis filmmel. Akkor azt gondolom, hogy ez duplán emlékezetes marad önnek ez a díj. Én gratulálok még egyszer magam is a nézőink nevében is, és hát várjuk az újabb fizika versenyeket, bízva abban, hogy jövőre azért már nem virtuálisan, hanem ténylegesen itt a Kovácsban és a többi iskolában tudjuk megrendezni és bemutatni nézőinknek a szereplő diákokat. Nagyon hiányzik már nekem is, hogy a versenyeket meg tudjuk itt személyes megjelenéssel rendezni. A Fizika Plus versenyt nem szerveztem meg a tavasszal. A feladatok kész vannak, tehát én várom a versenyzőket. Az öveges versenynél ott sajnos arra készülünk, hogy megint maradunk a online vetélkedés mellett. Ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként, még annyit szeretnék elmondani. Olyan versenyen, ahol a kísérletezésnek nagyon nagy jelentősége van, nagy fejtörést okozott először, hogy oldjuk meg. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy legyen kísérleti feladat, és akkor a nagyon kreatív feladat kitűzők kitalálták, hogy hogyan lehet a gyerekeket arra ösztönözni, hogy otthon szedjenek össze dolgokat, és rakják össze a kis... Tényleg olyan eszközök voltak, olyan eszközök kellettek, amelyek minden háztartásban szerepelnek, és a gyerekeknek kellett fotókat küldeni magukról, ahogy kísérleteznek. Fantasztikus volt. Nagyon pozitívan éltem meg. Nagyon sok szülő, pedagógus és tanuló versenyző is kedves leveleket, köszöneteket írtak, hogy milyen hálásak azért, amiért ilyen jó módon befejeztük ezt a versenysorozatot. Nagyon népszerű a Fizika Plus országos versenye is, ezen munkáját is elismerték a díjjal.